Ez itt egy Dayton E-Vibel, az Electrorider legnépszerűbb terméke, egy 6,4 kW-os városi motorka, ami hát talán így egy 125-ös négyütemű robogónak feleltethető meg. 90 km körüli reális hatótávja van, és nagyon fontos, hogy szíjhajtású, tehát csendes, és nincs a hátsó kerékben egy agymotor, mert hogy középmotoros. Ez azért jó, mert kicsi a rugózatlan tömeg, sokkal komfortosabb rossz úton, nem ráz. Tökéletes elővárosi bejáráshoz, de hogyha az ember mondjuk szórakozni akar, akkor talál itt Surront, Talariát, a Talariának a komolyabb modelljeit, mindenki megtalálja, amit szeretne. És ezekben, akár a közlekedési eszközökben, akár a játékokban az a legjobb, hogy nincs szükség hozzájuk külön infrastruktúrára. Tehát csak bedugod a garázsodban a 220-as dugajba, vagy a társasházi beállóban a konnektorba, és feltölt. Viszont nagyon más a helyzet, hogyha az ember a teljes életvitelét át szeretné állítani úgymond elektromos üzemre, mert mondjuk villanyautót vagy villanyautókat használ, elektromos fűtése van, mi egyéb. Most azt fogjuk megnézni, hogy mik az előfeltételei egy ilyen elektromos átállásnak, és azt, hogy hova lehet eljutni, hogyha tényleg mindent bele akarunk adni ebbe a témába. Mai idegenvezetőnk Bacsa Máté lesz, aki okosházak elektromos rendszerének a telepítésével foglalkozik. Ha jól sejtem, itt indul minden, hogy bejön ez az egyáltalán nem szerény kábel. Így van. A vezetéktől, hogyha szeretném átállítani a teljes életmódomat, tehát a közlekedésemet, a fűtésemet és minden egyebet elektromosra, akkor milyen igényekkel kell érnem az áramszolgáltató felé? Igen, az első legfontosabb ugye, hogy magák az igények kialakuljanak, mint például jelenleg ebben a házban, amit most meg fogunk nézni. Ugye itt van két autótöltő, térfűtést, meg ugye az összes mai technikának megfelelő elektromos a konyhától kezdve minden. És ugye ahhoz fel kell térképeznünk azt, hogy mekkora áramerősségre van szükségünk. Általában ennél a problémát mindig az egyidejűség okozza. Ezt akartam kérdezni, hogy ez a matek ez ilyenkor úgy indul, hogy elé teszi a vevő, vagyis hát a megrendelő az igényeit, és akkor te a kockás füzeten elkezded összeadogatni a wattokat, hogy légkondi, főzőlap, töltő. Majdnem így. Ez lenne a legeslegprofesszionálisabb, hogyha az embernek van egy ilyen listája, és tudja, hogy pontosan mit szeretne, és még ott önmaga el tud képzelni egy egyidejűséget. Tehát ez a legprofesszionálisabb, de amúgy most már azért úgy érzésre is a villanyszerelők tudják azt, hogy egy háznak, mekkora áramerőségre van szüksége. Hány éve vagy benne ebben a szakmában? Én 6 éve. 6 éve. És hogy itt most megnézegettük ezeket a megoldásokat, gondolom már ez alatt a 6 év alatt is rengeteget fejlődött. Így van. Tehát folyamatosan egy nagyobb áramerőségre van szükség. Akkor ez a konkrét ház, amit most meg fogunk nézni, mi jön be ezen a fekete csőben? Ezen jön be most a háznak a betápja, ez már a végleges földkábel, tehát úgy kell nézni, hogy fönt a légkábelről átállunk földkábelre, átmegyünk az út alatt a mérőórákhoz, azokat meg is tudjuk tekinteni, és onnan megyünk be. Ezen még közösen van a háttarifa, tehát mindenféle ilyen vezérelt ezekre mind ki fogunk térni. Közösen érkezik meg. És most ez egy ideiglenes betáp, tehát most 3x63 amper van a háznak, az van elosztva mindenre jelenleg. Arról megy a hőszivattyú, az autótöltők, meg a teljes ház. Az a jó ebben a házban, hogy ez itt most egy ilyen 80%-os kész építési terület, tehát hogy meg tudjuk nézni ezeket a dolgokat még nyitott állapotúba. Na most ennél a szekrénynél nekem az a legmeglepőbb, hogy az én házamban ez így ekkora. Mi a plusz? Tehát megérkezik kintről az áram, és mire kellenek a kiegészítő szerelékek? Igen, hát ugye alapból ugye kint a borától kezdtük, onnan ugye megérkezünk a földkábellel és bejövünk ide, ahol az ideiglenes 3x63 amper áll rendelkezésre, és van egy nappali normál mérőóránk. Itt elő van készítve már a háttarifának és a háttarifa elmenő oldalának is a betápja, ami a ház és a hőszivattyú felé megy. Bocs, ha most jöttem volna a Vénuszról, akkor a háttarifa az micsoda? A háttarifa ez egy kedvezményes tarifa, amit az a hűtés-fűtésre adja, hogy olcsóbban lehessen üzemeltetni a házat. Remekül hangzik, de nekünk most a legfontosabb szempont itt talán az elektromos autótöltő. Talán 22 kW-ot emlegettél? Így van, ez egy 22 kW-os töltő, ez egy kültéri, SRAK márkájú. És hogyha jól láttam, akkor elővettél előbb egy kis kártyát, és lecsuppantottad. Így van. Tehát mivel ez kültéren van, ezért, hogy akárki ne tudja tölteni róla a saját autóját, ezért ezt lehet védeni egy ilyen NFC kártyával. Pedig már akartam mondani a haveromnak, hogy hova lehet jönni ingyen áramért. Így van, csak át kell nyúlni a kerítésen, és már lehet is tölteni. És 22 kW, itt áll egy Tesla Model Y, aminek, ha jól tudom, ilyen 70-75 kWh környéki akkumulátora van, és hogyha ezt a 10-80%-ra való töltést vesszük mérvadónak, akkor egy ilyen durván 3 óra alatt ezt le is tudhatjuk.
ez most itt akkor a Star Trek, vagy a Paks? Mert hogy, ha jól sejtem, ez a modul az én házamban az két biztosíték. Igen. Viszont itt lényegesen többet látok. Ide futnak be a kábelek a külső dobozból, ahol előbb jártunk. Így van, ide jön be a főbetápunk. A főkapcsolóról tudom, hogy micsoda. Így van. Azt most nem piszkálom. De azt mondd el, hogy a többi mit csinál és miért van rá szükség. Igen, tehát úgy van, hogy a régi házaknál azért voltak nagyon pici kis szekrények, mert felfűzték a bizonyos dolgokat. Tehát egy szobában volt két konnektor, meg egy lámpa, és az összteljesítménye volt 3 amper. Ez ma már nem így van. Tehát ma már sokkal nagyobb áramerősségre van igénye a konyhának külön, a szobákban, vagy kint a kertben is. Ezért minden csillagpontosan van lehúzva, nem pedig felfűzve, hogy jobban lehessen. Mit jelent ez a csillagpontos lehúzás? A csillagpontosan az azt jelenti, hogy egy adott vezetéket, ami mondjuk akár pont a főzőlaphoz megy, vagy egy autótöltőhöz, az innen közvetlen megy ki saját biztosítékkal, a saját kábelméretre és teljesítményre van konfigurálva a megszakítóval. Van arról megközelítőleg tippet, hogy hány méter vezetéket használtok fel egy ilyen házhoz? Hát ebbe a házba kb. 40 km vezeték van. 40 km vezeték. Szép. Kitárgyaltuk az úgymond hagyományos villanyszerelést, tehát hogy milyen teljesítményre van szükség a ház működtetéséhez, és hogy ehhez milyen vezetékezés, meg infrastruktúra kell, ez itt mondjuk a harmadik ilyen elosztó szekrény, talán ez igen, a jó szó. Igen. Milyen költségei vannak egy ilyen infrastruktúrában a hagyományos villanyszerelésnek nagyságrendileg? Hát a hagyományos villanyszerelés, hogyha úgy nézzük, hogy ugye ez egy okos ház, tehát ez Luxon rendszerre van építve, hogyha ezt a Luxon rendszert kivesszük az egészből, akkor is önmagában mondjuk egy ekkora szekrény az alsó hangon nettó 600 ezer forint, és akkor bele ugye jönnek a megszakítók, mondjuk ezek igazából még a kisebb értékek. Itt maga a Luxon rendszer, ami csak ezen a szinten, ami benne van anyag, az körülbelül egy ilyen 3 millió forint körül van. Egy ilyen szekrénynél? Egy ilyen szekrénynél körülbelül a moduloknak az értéke. És ha erre még rájön a vezetékezés, a munkadíj, egyebek? Hát igen, az még egyszer legalább annyi. Az csodálatos. És akkor, ha jól értem, ez volt az egyszerűbbik fele, igen. Mert most jön a Luxon. Ez a Luxon, ez egy olyan cég, ami ilyen okos megoldásokat kínál a házakhoz. Egy épületautomatizáló rendszer. És te tulajdonképpen megteheted azt, hogy ha jól értem, hogy csak a világításodat teszed rá, de képes kezelni ez a fűtőt garázs beállótól kezdve az árnyékolókon át a mindent is. Pontosan, mindent teljesen is. Skálázható. És ami most itt villódzik, tényleg, mint a Pirt kapitány, akkor ez az egyik modulja ennek a rendszernek? Így van. Igen, ez a modulokból épül föl, tehát ezek ilyen Relay Extensionnek hívják őket, és megvan, hogy egy ilyen egységnek hány darab kapcsolása van. Tehát fizikailag úgy kell elképzelni, hogy itt kapcsolók lennének, amik a falon vannak, nem a falon van a kapcsoló, hanem itt van bent. És ez kapcsolja fel a lámpát, ez húzza fel a redőnyt, az árnyékolást, mindent. És ezt gondolom tudod te is programozni egy számítógépről, felteszem? Így van, vagy számítógépről kell. Így van, igen. Ez amúgy egy külön szakma, maga a programozása egy ilyen okosházban. Foglalkozol ezzel? Mi nem foglalkozunk, nem a vállalkozóink vannak, akik ezzel foglalkoznak. Igen, és akkor gondolom, hogy itt te is megadhatsz programokat, de akár a beérkező jelek alapján, tehát ami a láttam van, hőmérő, páratartalom, minden így egyéb. Van. Fényszenzor azok alapján is tud működni, meg az előre megadott programok alapján pontosan, is. Pontosan. Az alapkoncepció a Luxonnak az, hogyha az ember megérkezik az otthonába, akkor minden automatizálva működjön. Tehát itt rengeteg kapcsoló van fönt a házban, de normál esetben ezeket nem kell használni. A kapcsolónak a legnagyobb funkciója az szinte az, hogy hőmérsékletet és páratartalmat is érzékel. Hoztál itt egy tök jó párhuzamot, hogy egy hagyományos átlagos házban, amikor befut a hány amper? 316 amperről, tehát, hogy a 3x16 átlagos. A 3x16 amper, hogy annak a jelentős részét már ez a villanytűzhely komplexum megeszi. Igen. Itt ez akkor hogy alakul? Igen, hát van itt egy sütőnk, ami csúcs teljesítményben elérheti a 3500 wattot, ami önmagában már eléggé kiterheli ezt a 16 ampert. Jó lányos csinál. Így van, és mondjuk mellé mondjuk be akarok durantani egy valamit a mikróba, akkor az a kettő együtt egyidejűséggel már meg tudja fektetni az egyszer 16 ampert. Ezért fontos például, hogy ez az eszköz és ez az eszköz az elosztószekrénybe úgymond csillagpontosan menjen le, hogy én amikor összerakom az elosztószekrényt, akkor ezt az egyik fázisra teszem, ezt a másik fázisra teszem. És akkor még nem beszéltünk olyan dolgokról, hogy mosógép, így mosogatógép. Van, pontosan, főzőlap. Meg az egyéb, meg autótöltőről, meg pláne, hogy nem. Tehát ezek ugyanúgy mind csillagpontosan futnak ki. Így van. És akkor ugye itt probléma az egyidejűség, hogyha az ember akar egy autótöltőt, akkor ezekkel számolnia kell, hogy az autót nem akkor kell tölteni, amikor a grill csirkét nyomja, vagy a pattogatott kukoricát. De ebben a rendszerben akkor ez is megoldható. Ebben a rendszerben bőséggel.
Én azért egy kicsit megijedtem, amikor beléptem a garázsba és rám kapcsolta a villanyt. Mondjuk ezt egy sima mozgásérzékelés tudja, de úgy érzésre is teljesen más volt, hogy így szépen felfédelt és hasonlók. Szóval, ha már ilyen hőmérséklet szenzorokról, meg páratartalomról beszélgettünk, akkor felteszem, a háznak a legnagyobb fogyasztója az a fűtésrendszer. Milyen fűtésrendszer van ennek a háznak? És most nem a gépészetre gondolok, hanem most inkább így az okos megoldás oldalára. Tehát ennek a háznak jelenleg egy hőszivattyú látja el a fűtését, hűtését, padló és mennyezet fűtés, hűtéssel dolgozunk. A Luxon rendszer ő indítja a hőszivattyút, ő keringeti az összes keringető szivattyút, és ő juttatja el a megfelelő helyiségben a meleget vagy hideget igénytől függően. Hány szenzora van ennek? Mekkora ez a ház, bocsánat, hány négyzetméter? Körülbelül 400. Ez egy 400 négyzetméteres ház, és hány szenzor szolgálja ki ilyenkor a fűtést? Hát itt majdnem több mint 100 van. Azt az úristen itt. Szép, szép. Akkor nézzük meg a gépészetet. Na, én onnan látom, hogy öregszem, hogy fel tudok izgulni egy szépen telepített fűtésrendszerre, de Ákos, te, mint a ház kivitelezője, kérlek egy kicsit, hozz minket képbe, mert látok ott egy gázkazánt, látom itt a hőszivattyúnak a komponenseit. Mi ez? Miért így van? Hogy van ez? Alapvetően ez egy adottság, mert a 90-es években mindig úgy építkeztek az emberek, hogy a földszinten megcsinálták a padlófűtést, az emeleten és a pincében pedig többnyire radiátort építettek ki. Abban az időben gázkazánokkal tudtak építkezni, és nem voltak hőszivattyúk. És mi azt találtuk ki ennél a háznál, amit több mint egy évvel ezelőtt kezdtünk el átalakítani, hogy hozzuk be a hőszivattyút, mert hogy sokkal gazdaságosabb, de a pincébe és a meleg víz előállítása, az, ami a HV tartály, ahhoz pedig használjuk a gázkazánt. Uh-huh. Itt van ez a rendkívül impresszív modul, kérlek, mutasd meg, hogy melyik mit csinál, hova megy. Jó, ennél a háznál azt mondtam, hogy az első emeleten és a földszinten padlófűtés, mennyezet hűtést alakítottunk ki. Ahogy látjátok is, hogy működnek most a szivattyúk, ez azért van, mert hogy az egész házat most jelen pillanatban a padlóját temperáljuk. A mennyezet, hűtés, fűtés nem megy jelen pillanatban, mert tél van, ezért a fűtésnek kellene mennie. Nem működik jelenleg, mert nincs rá igény, úgyhogy csak és kizárólag, amit láttok, a padló fűtések működnek. Uh-huh. És itt vannak a szenzorok, a kimenő és visszatérő ágakon. Ez a Luxonnak tulajdonképpen a hőmérői? Ezek hőmérők, igen, a Luxonnal össze van kötve, és a Luxon tudja szabályozni ez alapján, a kért hőmérséklet alapján, hogy mennyit keverjen be az adott szivattyúkkal. Hideg és meleg vízzel játszik a rendszer, mint ahogy minden ilyen jellegű rendszer, és ő tudja fenntartani azt a kellő, kényelmes hőfokot, amire szüksége van az itt lakónak. Nagyságrendileg el tudod mondani, hogy előbb azt mondta Máté, hogy ez egy 400 négyzetméteres ház nagyjából, hogy ennek a háznak a gazdaságos kifűtése, hogy ennek a rendszernek a kiépítése az nagyságrendileg mennyibe kerül? El tudom mondani, alapvetően több dolgról beszélünk, mert hogy ez a ház, tehát hogy ezeket a házakat, amik a 90-es években épültek, ahogy kezdtem, értelemszerűen radiátoros házakat nem tudunk hőszivattyúval használni, mert hogy nem tudja a hőszivattyú megcsinálni azt a kellő melegvizet, amit mondjuk egy gázkazán megcsinál. Így, hogy a radiátorról belengedjük a 40-41 fokos vizet, akkor logikusan nem lesz elég meleg. Így az egész kivitelezés onnan indul, hogy meg kell nézni, hogy földfűtésünk van, vagy radiátorfűtésünk van, és hogyha radiátorfűtésünk van, akkor át kell alakítani a házat a tekintetbe, hogy teljesen az esztrikig ki kell szedjük a szerelő betonig a lépéshelyszigetelést és minden mást, hogy utána le tudjuk tekerni a vizes csöveket, és onnantól kezdve, hogy ez megvalósult, akár a mennyezetnél egy vavi rendszer, egy elkartonozott vizes rendszer, vagy a padlóba egy vizes rendszer, onnantól kezdve tudunk beszélni hőszivattyúról. Tehát akkor a költséghez hozzáadódik az, hogy előtte feltehetőleg az egész házat át kell vésni. Tehát ez hőműves munka. Igen, ez így van, egy hatalmas bontással jár, pláne egy kész épület esetében, tehát hogy azt nem lehet megcsinálni, hogyha nem alakítjuk át az egészet, de csak azt gondoljuk, hogy radiátor helyett padlófűtést teszünk le. Valószínűleg senki nem örülne annak, hogyha egy ilyennek bárkinek is szeretne ugrani, mert mondhatom azt, hogy konkrétan kivitelezhetetlen, már csak a bútorok miatt, a kosz miatt, a por miatt, tehát hogy ez csak akkor megoldható, hogyha valaki egy teljes átalakítást szeretne, és tudja nélkülözni azt az ingatlant, akár egy évig, vagy fél évig, attól függ, hogy mekkora átalakítást csinál. Azt mondom, ilyen ez nem csak a fűtés, nem rosszul mondom, tehát ez nem csak a fűtés miatt, de értem azt, hogyha valaki beleugrik egy ekkora átalakításba, azt gondolom, hogy akkor a más is hozzányúl az ingatlanon. És akkor a nagyságrendi összeg, hogyha hozzá kell nyúlni az ingatlanhoz, és ki kell építeni a rendszert? Ez persze négyzetmétertől függ, meg készülékektől függ, a kivitelezés minőségétől függ, de azt gondolom, hogy ez, ha egy ekkora házról beszélünk, akkor 30-50 millió forint. Az komoly.
tehát ebből az okos rendszerből, amivel a user leginkább találkozik, azok a... Hát kicsit degradáló a villanykapcsoló, mert sokkal több annál, de már eleve a cucc maga úgy néz ki, mintha az ötödik elemből jönne. Igen. Ez akkor most mi? Mert hogy kapcsolni amúgy nem lehet vele, már mint hogy... Mechanikus kapcsolás, nem kapcsol. Fizikai kapcsolás nincsen, érintő kapcsolás van benne. Ez a Doxon-nak a fő kapcsolója, igazából többféle verzió van, ez a drágábbik, és van az olcsóbbik, azt lent a garázsban meg tudom mutatni. Ugye ez alapból 5 érzékelési ponttal rendelkezik. A standard az azt szokott lenni, hogy a középsővel, egy ilyen okosháznál nem az van, hogy egy bizonyos lámpát kapcsolok föl, mondjuk a csillárt fölkapcsolom, aztán lekapcsolom, hanem hangulatképeket kapcsolok föl. Tehát én tudom azt, hogy azt szeretem, hogy most takarítani szeretnék, most azt szeretném, hogy legyen egy finom fény, vagy azt szeretném, hogy éjszaka van, és be tudom állítani azt, hogyha megnyomom egyszer, akkor kapcsoljon be ehhez, utána tovább tudom léptetni a következőre. De nincsenek ábrák, meg nincsen semmi, hogy működik, azt mondja Léci. Alapból nem szokták ugye túl bonyolítani. A középsővel azzal mindig világítást kapcsolunk, és utána van egy... Középső mivel? Tehát nincs itt semmi. A középső érintő résszel. Tehát jó, itt van ez a rajz, ami így segít. És akkor az egyik oldal az árnyékolás, a másik oldal meg a média. Azokat lehet, média. Azt is? Így van, tehát beépített hangszórók vannak, és akkor azzal lehet a hangerőt emelni, meg a hangerőt csökkenteni, vagy kikapcsolni. De nem csak kapcsoló, tehát vannak benne hőmérséklet, így meg páraszenzorok is? Van benne hőmérséklet, szenzor, meg páratartalom érzékelő, ami ugye szintén a helyiségben a termosztát funkciót is megoldja, és ezen kívül ugye ennek van egy ilyen éjszakai fény funkciója is. Így van, éjszaka, hogyha mozgás van a házban, ezek a pici ledek fölkapcsolnak, és akkor nem kell vaksötétbe kimenni a mosdóba. Ő maga a mozgásérzékelő is, vagy az egy külön egység? Az egy külön egység, a mozgásérzékelő, az a plafonomban. Hány darab ilyen van ebben a házban? Körülbelül egy 35 darab. És mennyibe kerül egy ilyen? Hát ez a drágábbik, ez olyan majdnem 100 ezer forint. Oké. Okay. Egy normál családi házban körülbelül az összes szerelvény kijön ennyi pénzből, amiből egy darab. Döbbenetes. És akkor ennek is a jelei a három vezérőegységbe futnak be, ami szintenként van egy, amit ugye már megtekintettünk. Így van, de olyan szinten vannak összekötve, hogy én akarnám, akkor a jobb fősöt kétszer megnyomom és kinyitom a nagykaput. Tehát ilyen szinten. Tehát ez is programozás kérdés, hogy te milyen funkciót szeretnél behozni. Erre mondtad, hogy ez egy külön szakma. Pontosan. Jó, akkor kérlek még mutasd meg a Loxonnak a többi szenzorát és a többi lehetőséget, hogy mit enged nekem itt a házban. Most tekintsünk el attól, hogy ez még mindig egy építési terület. Na de, ez, én arra azt hittem, hogy ez egy sima spotlámpa a pici, de hogy az is egy szenzor. Meg az is egy szenzor, ez egy hangszóró, ez pedig egy füstérzékelő? Ez egy riasztó mozgásérzékelő. Ja, és ennek van köze a Loxon rendszeréhez, vagy ez független? Hát össze vannak kapcsolva, és így átlátnak egymásra. Induljunk onnan akkor. Induljunk, igen. A legtávolabbi az a nagy kerek, az egy Unify, az egy access point, ez az internetet erősíti, mert ugye akkor egy az jumper. Épület így van, hogy ezt már kell... hogy megfelelő legyen a sávszélesség. Utána mellette ez a kis pici kerek süllyesztett, ez egy jelenlétérzékelő. Tehát ez nem csak a klasszik mozgás, hanem ez azt is tudja, hogyha valaki ott van, de nem mozog. Tehát mondjuk békésen szuszogok itt hajnal 3-kor? Így van, akkor ő azt is látja. És ez miért jó nekünk egész pontosan, mert ez kezd egy kicsit megijeszteni? Hát ugye azért jó, mert hogyha mondjuk az ember lefekszik, és mondjuk mint olyan, van akár egy lámpa, vagy egy árnyékolás, vagy bármi, ami be van állítva valamilyen automatikára, akkor, hogyha az illető otthon van, hogyha alszik, nem mozdul órákon keresztül, akkor esetleg az automatika nem tudja azt lekezelni. Tehát mit tudom én, mondjuk a fűtést éppen. Mondjuk akkor azt elkezdi visszavenni, vagy ilyesmi, és ez bárhol ugye előfordulhat. A következő? A következő ez a nagy kerek, ez egy hangszóró. Tehát a Loxon le tudja kezelni például azt is, hogyha az ember zenét akar hallgatni az egész házban, akkor ugye nem kell mindenhol egyszerre szólnia, hanem ahogy a mozog a házban, a jelenlét érzékelő azt veszi a jelet, és akkor abban a helyiségben szól a zene, a másikban meg lekapcsolja. És hogy megyek, követ a zene? Így van. Ha jól gondolom, azért nem az FM92-t képzelni jön rajta. Ezen bármit lehet, igen. Hol tudom rádugni az iPodot? Gondolom, nem dugom rá az iPodot. Igen, ez nem mondjuk, egy média szerver van a szekrényekben, és akkor arra be lehet telefonon állítani csatornákat is, igen, Spotify-t, bármit. Szerintem ez nagyon fontos kiemelni, hogy az egész házat egy nagyon szép, látványos iOS-re optimalizált kezelőfelületről kergetünk. Így van. Tehát maga a központi egység is egy iPad szokott lenni, az van kirakva a falra fixen, és akkor azon lehet kezelni a házat, arra csörök be a kaputelefon, a telefontól függetlenül is. És ő pedig egy hagyományos mozgásérzékelő riasztóhoz, ez tudja a kis állatvédelmet, a Loxon. A kis állatvédelem mit jelent? Ezt többször mondtad ma már, de hogy a kis állatvédelem az azt jelenti, nem riaszt be, hogyha a macska átszalad a szobán? Pontosan, tehát ezt így be lehet állítani egy bizonyos tömegre, riasszon csak. Király.
Amúgy nem nagyon kötött a rendszer, tehát tetszőlegesen beépítheted nagyjából bárhova, még egy gránit konyhapultba is. Pontosan, eléggé személyre szabottam. Szemléletes kérlek, hogy mit tud ez a dolog. Ez nem tudok mit kezdeni. Most látom, vagy 20-szor, de ez még mindig hihetetlen. Igen. Innen ebből a pozícióból lehet árnyékolást vezérelni. A konyha árnyékolója a gránitlapról megy. Így van. Elképesztő. Hangszorókat lehet bekapcsolni róla. És úgy, hogy technikailag nem látszik semmit. Tehát azért tudjuk, hogy itt van a vezérlő, mert hogy kapott egy ilyen nagyon finom marást. Igen, egy kis marást. És ilyenkor a kapcsolónak az elektronikája kerül le? Így vagy... van, azon alulról fölragasztva, és akkor átérzi a gránitlapot. Hihetetlen bakker. Nem tudom, hogy meg tudnám-e szokni. Biztos meg lehetem úgy, de hogy ez annyira egy másik univerzum így a lakhatás szempontjából, hogy... Igen. Komoly. Nem tudom megszokni, hogy a garázs úgy működik, mint egy guillotine. Ez konkrétan életveszélyesen gyors. No de, nem múlnak el ezek a megoldások a házban, tehát ahogy kijövünk a szabadba, ott például van egy ilyen garázs feljáró fűtés, ami egyfelől tűnik egy ilyen nagyon felesleges és pazarló drognak, másfelől meg a világ leghasznosabb dolga, amikor mondjuk ónos esőbe ki akarsz állni. Hogy működik? Vizet keringet? Áramot? Hogyan? Igen. Itt mind a két megoldás létezik. Az egyik az a vizes, ott glikolt szoktak keringetni, ugyanúgy hőszivattyú dolgozik rá. Ennél a háznál, ennél fűtőkábel van lefektetve, és az van szépen 10 centinként így lefektetve a földre, és azt tudja kapcsolni a Loxon. Ennek van egy kültéri időjárás állomása a Loxonnak, ami ugye tudja a külső hőmérsékletet, tudja azt, hogy esik az eső vagy nem, és ezen kívül ide be van építve egy csapadékszenzor ide. És abban az esetben, hogyha ugye csapadék van rajta, és a hőmérséklet 0 fok alatt van, akkor ő automatikusan rákapcsolja ezt a térfűtést, aminek szintén elég komoly áramfelvétel igénye van. Ezt akartam kérdezni, hogy tudod valamilyen belső komponenshez hasonlítani a fogyasztását? Hát igen, mondjuk, hogyha a sütőt veszük alapul, és mondjuk a sütőt felnyomjuk maximális teljesítményre, na mondjuk az ezt a pici szakaszt a nyomtávban csak, de elkezdi fűteni. Tehát körülbelül ekkora. Tehát mondjuk, ha valakinek van egy ilyen 80 méteres beállója, és azt szeretné elektromos fűtőkábellel fűteni, akkor annak kéne egy paks. Pár száz amper. Ez amper, igen, bocsánat. Ez csodálatos. De... Tényleg az van a fejemben, hogy egyfelől, hogy mennyire jó, hogy nem kell sózni, vagy kapirgálni, másfelől meg ez már tényleg egy kicsit pazarlónak tűnik. Tehát ezek az okos megoldások az én fejemben úgy élnek, hogy ezzel az ember takarékoskodni tud leginkább. Igen, csak az okos megoldások olyan kényelmi dolgokat tesznek hozzá, ahol az ember már van, hogy elbillen. Mm. Azért jó, hogy itt állunk, mert egyrészt látszik a terasz, valamint látszik az időjárás állomás és a két szellőztető modul. Induljunk az időjárás állomástól, ez gondolom akkor a fűtésnek az alapköve. Erről az imént beszéltél. Hát a térfűtésnek igen, tehát azt látnia kell. Meg ugye amúgy segít, tehát ugyanúgy a hőszivattyúnak ugye van sajátja, de ugyanúgy ő rá tud segíteni arra is. És ugye mivel hogy a Loxon rendszer ugye mindent figyel, ugye tényleg a kültért, a belteret, így előre tud dolgozni. Tehát ha látja, hogy kint mondjuk sokkal hidegebb van, mint szokott lenni, sokkal nagyobb teljesítményt kell adni a fűtésre, akkor ezt tőle tudja kezelni mindentől függetlenül. És itt ebben a házban nincs az, amit anyukám szokott, hogy gyerekek, öltözzetek fel, csinálunk egy kereszthúzatot, mert hogy a rendszer ezt is megoldja. Pontosan, tehát itt be vannak építve szintén Loxon eszközök, ezt a liftnek hívják, és be vannak ezek is programozva, hogy nézik a levegőnek a ugyanúgy pártartalmi hőmérséket, minden, és időnként csinálnak egy átszellőztetést. Ez ugye az filteres megoldás ez? Így van. Tehát időnként cserélni kell. Pontosan. És ugye ezen kívül az időjárás állomásnak ugye van ez a kis szélérzékelője, ami meg a zsalúziáknál tud ugye jó szolgáltat tenni, hogyha erős a szél, akkor ne tépje le, akkor automatikusan felhúzza őket. Ki lehet ezt használni? Vagy amikor ebben elkezdesz egy ilyen házban lakni, tudomásom szerint a te házadban is van egy valamivel szerényebb változat ennek. Szóval, hogy adaptálódsz hozzá és megszokod, vagy ezek olyan dolgok, hogy beépíted és emlékeztetni kell magad, hogy működjön? Vagy pont az jóban, hogy működik nem, magától? Működik magától, és hogyha visszagondolsz arra, hogy most mi körbejártuk ezt a házat, azért a mi részünkből nagyon, nagyon kényelmes volt az, hogy mozogtunk mindenhol, és a lámpa automatikusan kapcsolt, tehát hogy volt már, úgy tudtuk tapasztalni egy ilyen kényelmét ennek az egész rendszernek. Szóval szerintem ezt teljesen át lehet venni. És akkor az egész egy okostelefonos applikáción keresztül a világon bárhonnan. Igen, bárhonnan.
bele lehet nyúlni, mondjuk így, alapból nem kell hozzányúlni, de bele lehet nyúlni bárhonnan. Hogyha az ember mondjuk jön haza a repülővel valahonnan, és tudja, hogy visszavette a házat takarékra, be tudja állítani azt, hogy na most akkor legyen 23 fok, mire hazaérek. Mire beír a reptérről a taxi, addigra... Pontosan, pontosan. És amúgy az egyik kedvenc példám az, hogy ha mondjuk az ember tegyük föl, mondjuk egyedül lakik, és hazaérkezik a hideg házába, a sötét háza, vagy bármi. Egy Luxon rendszernél, hogyha rányit a kapujára, onnantól kezdve a ház tudja, hogy megérkezett, és fölkapcsol bizonyos lámpákat, fölemeli a fűtést, akkor felhúzza a zsalúziákat, és rak egy finom zenét, tehát az ember olyan, mintha hazaérkezne. Tehát uh-huh. nem egy sötét, hideg, üres házba, ahol kapcsolgat mindent be, hogy otthon érezze magát, hanem úgy tud már kiszállni az autóból, és feljönni a házhoz, hogy az úgymond egy otthonként funkcionál. A Luxon neked nem kenyéradó gazdád, úgymond, hanem dolgozol a rendszerével. Hol helyezkedik el ez a cég, ez a rendszer mondjuk a hasonló megoldások között? Hát most szólnak, mert példaként tudom felhozni akár mondjuk a KNX-et. A KNX az a csúcsok csúcsa, és a Luxon ott van körülbelül mögötte, de a Luxon az megfizethetőbb, mint a KNX. Árérték arányában. Árérték arányban a Luxon szerintem egy ideális választás. Mi dolgoztunk más okosotthon rendszerekkel is. A mi tapasztalatunk alapján mi a Luxon mellé szerződtünk, mert az a legstabilabb. Szó volt a hagyományos villanyszerelés költségeiről, utána Ákos elmondta a fűtésrendszer hozzávetőleges költségeit. Tudnál mondani egy nagyságrendi árat egy ilyen 400 négyzetméteres felújított, tehát jól értem, ez egy felújított háznak a Luxonnal való beszövésére? Igen, igen. Hát, tehát az, hogy egy ház újonnan épül, vagy pedig felújítás van, hogyha teljes felújítás van, akkor majdnem nincs különbség árban. Mm. Tehát mindent ki kell belezni, és mindent újra kell csinálni. Egy ilyen háznak a villanyszerelése is azokkal az extra funkciókkal, amik itt vannak, hogyha a hagyományos villanyszerelést választjuk, akkor az önmagában körülbelül 20 millió forint. Egy ilyen Luxon rendszerrel felbővítve, egy ilyen rendszer az összes érzékelével mindennel, az akár 40 milliót is simán elérheti. Szép végszó volt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.